nagy kaland előtt áll a Nyíregyházi Sportcentrum vívója, Nyíri Villő a tengeren túlon folytatja tanulmányait és sportpályafutását. Mint a 20 éves kardvívó elmondta, több hónapos előkészítő munka után kapta meg a teljes sportösztöndíjat. Szeptember környékén jött a lehetőség, hogy szükségük van még női kardozóra kint Amerikában, és hát úgy voltam, hogy kapok az alkalmon, mert ez egy soha nem visszatérítendő lehetőség, úgyhogy összeraktuk az egyetemi profilomat, egy videót kellett összerakni, amiben bemutatom a vívás tudásomat, illetve saját magamat. Ezeket aztán kiküldtük a potenciális egyetemeknek, és hát végül most júniusban írtam alá egyébként a szerződést, hogy melyik lesz a befutó egyetem. Tényleg hosszú hónapok vannak mögöttem, ez egy sokkal nehezebb procedúra, mint egyébként én azt gondoltam, de nagyon elégedett vagyok végül a választott egyetemmel. Ez az egyetem pedig a New Yorkban található Wagner College. Pákei Béla, aki 12 éven keresztül edzette Villőt, elmondta, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy tanítványa eljusson egy amerikai ösztöndíjig. Rengeteg munkakitartás, szorgalom, odafigyelés, és hát ugye a sport az egy személyiségváltozás minden fiatalnak az életébe, és hát amivé vált, hogy ilyen személyiség lett, abban a sport ugye hozzájárul mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez az egész vívó közösségünknek a sikere, a karcakágé, mert akikkel együtt edzett, ugye egy fecske nem csinál nyarat, tehát a többiek is jók, de az, hogy ő egy ilyen amerikai egyetemre ösztöndes sport, vívó ösztöndíja, aki tudott jutni, ez az egy nagyon komoly érdem. Villő egy kis izgalommal várja az amerikai egyetemi éveket. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy évet már tanultam a Corvinuson, mert egyrészt angolul tanultam, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem könnyebb lesz, illetve azt, hogy már megtanultam, milyen kolisnak lenni, azt, hogy nem vagyok itthon, tehát nem egy ilyen óriási ugrás lesz, hanem csak egy nagy ez az egész. De nagyon izgatottan várom az utazást, nyilván van bennem egy ilyen kis jóleső félelem, hiszen az ismeretlenbe megyek, viszont nem féltem magamat, mert én elég talpra esetnek gondolom magam, illetve már több sportolóval tartom kint a kapcsolatot, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz és rendben lesz. A nyíregyházi vívóhölgy augusztus 20-án utazik az Egyesült Államokba, ahol még abban a hónapban elkezdődik számára az oktatás, és elkezdődnek a vívóedzések is.